Köszöntöm a kedves nézőinket! Önök a minden hétköznap jelentkező Buda Kalász Ma című hírmagazinunkat látják. Következzenek a főbb híreink röviden. Gyász, elhunyt dr. Milosevic Péter, Buda Kalászi író. Előadás. A test és a lélek összhangjáról, egészségéről szóló kutatását mutatta be dr. Buda László pszichiáter. HÉV. Hétvégén és ünnepnapokon ingyenesen szállítható a kerékpár a szerelvényeken. November 19-én 69 éves korában váratlanul elhunyt dr. Milosevic Péter, egyetemi tanár, író, a művelődési, tudományos és közélet tiszteletre méltó személyisége. Milosevic Péter 1952. március 3-án született Buda Kalászon, régi szerb családban. 1976-ban magyar-szerb-horvát középiskolai tanár lett a szerb-horvát tanítási nyelvű gimnáziumban. 1977-ben az ELTE BTK szláv filológiai tanszéken először tudományos továbbképzési ösztöndíjas, majd 1980-tól egyetemi tanársegéd lett. Többek között a Magyar Írószövetség és a Szerb Írószövetség tagja volt. Megírta a szerb irodalom történetét egy meglehetősen rendhagyó hangvételű könyvben, miközben irodalmi műveket is publikált, főleg Szerbiában. A Kalász Parazsa imára harmadik magyarul megjelent regénye, melyet megelőzött a London Pomáz és az utolsó Szentendrei szerb. Kiváló fordításai elérhetővé tették Rejtő Jenő legismertebb műveit a szerb olvasók számára. Munkáját több szakmai díjjal is elismerték. Részvétünket nyilvánítjuk az író családjának, hozzátartozóinak. Kimegyek a temetőbe, és bohócot csinálok magamból. Négy kézláb kúszok a régi sírok közötti bozótban, és a málladó kőbe vésett feliratokon ellenőrzöm a dátumokat. Nehogy rosszul írjam valamelyiket, mintha bárki is ellenőrizné majd. Mégis, nem lesz semmi hiba, ne izguljatok, ígérem a halottaknak, búcsú pillantást vetve a temető kapujából. Vége. Én befejeztem a munkát. Isten veletek. Mindvégig ahhoz tartottam magam, hogy az élőkről írhatok bármilyen hülyeséget, de a halottakról jót vagy semmit. Talán ezért igyekeznek annyian a túlvilágra. Elmennek, és itt hagyják a nevüket, de elragadják és magukkal viszik, látom, hogy zsákban cipelik a hátukon a múlt darabjait. Mindenki egy földkarét hurcol, míg köröttem tágul a tenger, a puszta kékség, és megint a kékség, a végtelen, talan, telen, talán. A test és a lélek összhangja, egészsége áll dr. Buda László pszichiáter kutatásának középpontjában. A szakember csütörtökön tartott előadást Lelki nagy takarítás címmel a Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtárban. Számos inger ér minket nap mint nap. Hogyan kezeljük ezeket? És hogyan hatnak testünkre a lelket negatívan befolyásoló események? Ezekre a kérdésekre kaphatott választ az, aki csütörtökön ellátogatott a faluházba dr. Buda László pszichiáter előadására. Az orvos korábban a betegségek elleni harcra koncentrált, ma viszont már teljes egészében nézi az emberi testet, a lelki hatásokat is beleértve. Egy pár évvel ezelőtt így próbáltam azt a váltást megfogalmazni, hogy rájöttem, hogy az emberi testtel elsősorban barátságos kommunikációt érdemes folytatni, főleg akkor, hogyha valamilyen betegség nehezíti ezt a kapcsolatot a test és a lélek között. És ez nagyon hiányos az információ kultúránkban, mert hozzászoktattuk magunkat ahhoz, hogy a test elromlik, és van, aki megjavítja vagy megszereli. De ehhez képest most átmentünk egy új időszakba, egyre több ember gondolja, hogy ehhez neki köze van, hogy ez nem véletlen van, hogy jó lenne, ha egy közös nyelvet találna a saját testével, ha megértene, hogy a tünetei hogyan szólnak az életéről, a kapcsolatairól, az életmódjáról, a félelmeiről, a ragaszkodásairól, a
szeretet, éjségéről, vagy bármiről, amivel mindig nehéz szembenézni. Úgyhogy ezért úgy gondolom, hogy oda elkél a segítség, és hogy itt érdemes tevékenykedni. Úgyhogy a munkám egyik része az valóban ez, hogy hozzám nagyon sokan súlyos beteg állapotokkal jönnek, amikor már rengeteg kezelésen is túl vannak, és most érett meg az igazi vágy arra, hogy föltérképezzék, hogy nekik ehhez mi közük van. És akkor ebben egy segítőkéz az jó tud jönni, mert a betegségeknek mindig köze van ahhoz, aki beteg, csak ez nem evidens, ez a kapcsolat. Sokszor teljesen tudattalan. Sokszor olyan, mintha semmilyen kapcsolat nem lenne köztem és a betegségem között, és akkor nem árt egy külső szemlélő, vagy egy picit tapasztaltabb szakember, akinek lehet egy jó útmutatása vagy segítsége ez ügyben. A pszichiáter előadásában rávilágított arra, hogy sokszor elfelejtik a hétköznapokban az emberek, hogy van egy belső világuk, az elméjük, amit folyamatosan ápolni kell. Tükörként működik ez a kevésbé ismert rejtélyes világ. Nem mindegy, milyen hely ez. Barátságos vagy ellenséges. Kaotikus vagy rendezett. Borús vagy derűs. Nem betegnek nevezem azokat, akik jönnek hozzám, és nem én megyek hozzájuk, és akkor az a kérdés, hogy ők ezt jól fogadják-e vagy nem, hanem fölkeresnek, mert motiváltak, meg mert gyógyulni akarnak, meg mert föl akarnak valami módon vérteződni arra, hogy hogyan tudják jobban karbantartani a saját egészségi állapotukat. Úgyhogy abszolút nincs ilyenfajta ellenállás azokban, akikkel én együtt dolgozom, hanem inkább egy mély vágy van arra, hogy ezt jobban megértsék. Ha is a szabad, ez még valamit hozzátenem, itt nem csak a megértésről van szó, hanem arról is, és az én módszereim nagyban erre irányulnak, hogy egy aktív párbeszédet alakítsunk ki a saját testünkkel. Ez egyébként az egyik lesz a nagyjából 12 pont körül, 12 téma körül, amiről ma este is szeretnék beszélni, ugye aminek eleve ez az iránya, hogy találjuk meg, hogy hogyan tudunk rendet rakni és takarítani a belső világunkban, mert ott azért elég nagy káosz tud lenni. A pszichoszomatikus betegségek maga a kategória is revízióra szorul, mert azt sugallja, mintha lennének másfajta betegségek is, és akkor van egy szűk kategória, ami pszichoszomatikus. Meghaladtam már az idő ezt is, sokkal célszerűbb abban gondolkodni, hogy test és lélek folyamatos összefonódásban, együttrezgésben, kommunikációban van egymással, és minden betegségre így érdemes tekinteni. Első körben igen, szeretnék majd beszélni arról, hogy ezt hogy javaslom megközelíteni, meg hogy mik azok a dolgok, amiket érdemes végig gondolni adott esetben akkor, amikor az embert eléri a betegség. De az is igaz, hogy hát nem, én úgy vettem észre, maradjunk ennyiben, mi az igaz, az elég komplex dolog most már, szinte arrogáns kijelenteni bármiről, hogy az az igazság, hogy. De nekem az a benyomásom, hogy a legtöbb betegség jól reagál a szeretetteli közelítésre. És nem lehet kizárni, hogy ez a betegség fönnálljon, hogy én ezt elkapjam, hogy én belebetegedjek, sőt az se, hogy belehalljak. Tehát nem arról van szó, hogy megpróbáljuk a betegséget térdre kényszeríteni egy ilyen gyengéd eszközzel, kommunikálunk vele, stb., és akkor így próbáljuk kontrollálni. A betegség az hatalmas dolog, összetett dolog, komplex dolog. Ráadásul nagyon gyakran azért jön, hogy segítsen, azért jön, hogy valamit helyrehozzon, azért jön, hogy egy egyensúlyt visszaállítson. Úgyhogy ilyen szempontból is, hát én úgy látom legalábbis, hogy nem jó cél távol tartani magunktól a betegségeket minden áron, vagy azonnal meggyógyulni minden eszközzel, jobban meg kell ismerni ezt az egész történetet először.
Hétvégén és ünnepnapokon díjmentesen szállíthatók a kerékpárok valamennyi HÍV vonalon. Folytatódik a hétvégi díjmentes kerékpár szállítás próbaidőszaka. A BKK 2022. június 30-áig meghosszabbítja a szolgáltatását. A szolgáltatás igénybevételéhez a kerékpárosoknak csak a saját utazásukhoz szükséges jeggyel bérlettel kell rendelkezniük. A kerékpárszállítási szolgáltatás fejlesztését nem csak a klímavédelmi szempontok, hanem a Budapest Restart program a járványügyi helyzetben megnövekedett kerékpárforgalom is indokolta. Hétköznapokon a fővárosban és az agglomerációban jelenleg egy vonaljegy érvényesítésével vagy kerékpáros bérlettel vehető igénybe a bicikli szállítás az arra alkalmas vonalakon. Részletes információt a BKK, valamint a MÁV HÍV honlapján találnak. A Kecskemét csapatát fogadta a Buda Kalász kézilabda ZRT hazai pályán a férfi kézilabda ligában. A rendkívül szoros mérkőzésen az utolsó pillanatokban dőlt el a két pont sorsa. Gondolom, hogy a mai napon megmutatták a srácok a szívüket, lelküket, kitették a pályára, és egy olyan kézilabdát sikerült lerakni a mérkőzés folyamán, ami eredményes volt. Én nagyon gratulálok a csapatomnak, igaz, hogy egy góllal kikaptunk, de azt gondolom, hogy talán a mérkőzés képe alapján egy pontra talán rászolgálhattunk volna, de nyilván a sors még nem akarja nekünk adni. Azt gondolom, most már közel vagyunk hozzá, de még úgy látszik, hogy sokat kell dolgoznunk érte, hogy ezek a végjátékok, ezek a mi javunkra dőljenek el. Sok sikert kívánok a Buda Kalásznak a továbbiakban. Először is gratulálok a Kecskemétnek, hiszen valóban egy nagyon komoly játékerőt képviseltek, és nagyon komoly játékot játszottak. Csalóka is, ha mai meccset nézzük, hogy nincs még pontjuk, mert ezzel a játékkal én azt gondolom, hogy nagyon sok csapatot le fognak tudni győzni, vagy le kellett volna győzni, nem tudom, hogy fogalmazzak. Az én csapatomnak is gratuláltam, és mondtam a fiúknak az öltözőben a meccs végén, hogy kezdünk jó csapat lenni, hiszen rossz játékkal is tudunk már meccset nyerni. Ami idáig repített bennünket hazai pályán, a jó kapus teljesítmény és a védekezés, az ma nagyon nem működött. Támadásba hoztuk a mérkőzést, de nagyon, nagyon ragadt a Kecskemét, egyszer nem tudtuk leszakítani őket. Tehát ez, ahogy az említettem, nem volt stabil védekezésünk, nem tudtunk elmenni 3 góllal, és nagyon lógott a meglepetés a mérkőzésbe, hogy meglepetés születik, de a végén azt gondolom, hogy a helyén volt a szívünk, és ha nagyon nehezen is, de itthon tartottuk a nagyon fontos 2 pontot. Gratulálok mindkét csapatnak, elképesztő a küzdelem volt a pályán, úgy gondolom, részünkről. Talán az év egyik legnehezebb meccse volt, de lehet, hogy nem is lesz idén ennél nehezebb mérkőzés. Nagyon rosszak voltunk védekezésbe, ami az elmúlt időben mindig stabil volt, most megfordult a kocka. Támadásunk volt jó, a védekezésünk pedig nagyon gyenge. Ez is egy pozitívum, viszont remélhetőleg, hogy a következőkben ezt össze tudjuk tenni, úgyhogy most már mind a kettő azonos arányba működjön. Nehéz volt, küzdöttünk, ameddig csak lehetett, hála Istennek ez kifizetődő volt, és meg tudtuk nyerni ezt a meccset. Végül a várható időjárásról. Kedden kitisztul felettünk az ég, túlnyomóan napos idő várható, a csapadék délelőtt délnyugatról is elvonul. Többfelé élénk, helyenként erős lesz az északias szél. Hajnalban -3, +5, napközben 5-10 fokra van kilátás. Adásunk végén következzenek a főbb híreink újra röviden. Elhunyt dr. Milosevic Péter, budakalászi író.
A test és a lélek összhangjáról, egészségéről szóló kutatását mutatta be dr. Buda László pszichiáter. Hétvégén és ünnepnapokon ingyenesen szállítható a kerékpár a Híven. Ez volt mai hírmagazinunk, a Buda Kalászma. Híradóval legközelebb kedd este 7 órakor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a TV Buda Kalászon, mert hamarosan kezdődik Köztér című magazin műsorunk. Folyamatosan friss hírekkel, információkkal várjuk Önöket a weboldalunkon, a szentendre.media.hu per TV Buda Kalászon. A közösségi oldalakon is jelen vagyunk, kövessenek ott is minket. A munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!